Ha új év, akkor új szabályok, például a vezetői engedélyek megszerzésében. Az Európai Unió Bizottsága még 2006-ban határozta el az egységes szabályrendszer létrehozását, ami nálunk január 19-én lép életbe. Ez idővel új, a nálunk forgalomban lévőhöz nagyon hasonló plastikkártya alapú jogosítvány bevezetését is jelenti, valamint az uniós irányelvnek köszönhetően például a motorkerékpár kategóriákhoz köthető korhatár is változik. Segédmotoros M-es kategóriást megszüntették oly módon, hogy a 14 éves korban nem lehet jogosítványt szerezni, csak 16 évtől. 16 évben meg lehet szerezni ugyanúgy az A1-et, illetve 17 évesen, ahogy eddig is a B kategóriás, személyautós közismert néven jogosítványhoz lehet jutni, és itt egy éven belül a B kategóriás jogosítvány megszerzését követően úgynevezett A1-es kategóriát meg lehet szerezni. A nagymotorok, vagyis az A kategória esetében is szigorítanak, hiszen 24 évre emelik az engedély megszerzéséhez kötődő életkort, emellett az oktatókra is komoly terheket rónak a jövőben. Csak 600 vagy annál nagyobb köbcentiméteres motorral lehet. Most január 19-én lép életbe a rendelet oktatni. Ez azt jelenti, hogy a 600-as kategóriába az 598-599 köbcenti, 70-80 százlóerős motorok sem férnek bele, tehát csak 600 fölötti. Jó hír az autósoknak, hogy a személygépkocsira vonatkozó B kategória nem változott, hiszen a tévhitekkel ellentétben a korhatár nem emelkedett 18 évre. Ellenben a tehergépkocsik és a nehéz pótkocsik vezetői engedélyének megszerzéséhez már be kell tölteni a 21 évet.